amikor ellenzékváltásról beszélünk, az természetesen könnyű félreérteni. Bizonyára azért akarjuk leváltani az ellenzéket, mert a kormánnyal semmi bajunk. Sőt, hát Orbán Viktor küldött minket, hogy az ellenzék ellenzéke legyünk, kvázi kormánypártiak. Értjük az értelmezést, és ezt az értelmezést megerősíti a kampánytargonca színe. Ez már egy kész konteó, nem? Azért én, ha szabadjon egy ezzel ellentétes narratívát kínálnom, aztán majd mindenki dönts el, hogy kinek hisz. Mi ellenünk a kampánytargonca színe szól. Ő ellenük meg Leisztinger Tamás NER oligarcha, és az ő élettársa, aki az 5. kerületnek a ellenzéki jelöltje. Meg hát maga Bangóné. Ugye? Bangóné, aki következetesen, és újra meg újra, amikor megszólal, amikor kinyitja a száját, teljesen az az érzése az embernek, hogy Rogán Antal szólal rajta keresztül. Hát ő mondja el, ő közvetíti azt az ellenzéket, amit Rogán Antal diktál, amit Rogán Antal kíván, hogy mi lássunk az ellenzékből. Ha Rogán Antal óhajtana ellenzéki politikust, az Bangóné lenne. De Bangóné nem feltételes mód, mert ő nagyon is, hogy van. És nagyon is, hogy a Fidesz-szel közösen, a Fidesz propaganda minisztériumával közösen gyártja nekünk a politika helyett a gyűlölködni valót. Intézzünk fel néhány esetet. Másfél éve, a választás előtt egy héttel megkérdezték Bangónét egy sajtótájékoztatón, hogy tényleg le akarják-e bontani a határkerítést. Erre Bangóné azt válaszolta, most figyeljetek, zseniális válasz, április 9-én a választás másnapján kérdezze ezt meg tőlem, legyen szíves. Baszki, ezt Rogán Antal írta. És Bangóné, az ellenzéki politikus meg elmondta. Úgy tűnik, hogy Rogán Antal gyártott egy automatát, beprogramozta és betáplálta, hogy milyen kell, hogy legyen az az ellenzék, amivel szemben Orbán Viktor még 50 évig uralkodni tud, és az automata alján kijött Bangóné. Aztán Bangóné bement az OTV-be, egy másfél évvel később, és előadta, hogy túl sok a patkány Magyarországon. Így direkten, jól célzottan a fideszesekre, az ország jobboldali felére, ugye minden második magyarra célozva ezzel. És már készült is a Kommunikációs és Propaganda Minisztériumban a kampány arról, hogy Bangóné lepatkányozta a magyarokat, téged, és itt ilyen arcokat mutattak, téged, és téged, és téged patkánynak nevezett. Most szeretném jelezni, hogy amíg az ellenzékiség mértéke az az, hogy ki gyűlöli jobban a Fideszt, ki patkányoz hangosabban, addig Bangónék, meg Rogán Antalék maradnak, mert ebben ők kurva jók. 30 éve csinálják. Akkora rutinjuk van benne, mint senkinek. Hát, hogyha ez az álságos, gyalázatos verseny marad, politika helyett, az ügyeink képviselete helyett, hogy ki hörög jobban, és ki gyűlölködik jobban Gyurcsánynál és a szektájánál, ezt a versenyt Gyurcsányék fogják nyerni, mindörökké. Hát azt gondolom, hogy ez egy rossz ellenzékiség referencia. Hát, ez alapján az MSZP a megfelelő ellenzék. Csak érdekes módon ez a nagy gyűlölet, ez mindig arra jó, hogy kétharmaddal veszítsenek Orbánnal szemben. 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban, és higgyétek el, ha ők fogják kihívni, ez így lesz 2022-ben, 2026-ban, 2030-ban, 2034-ben, 2038-ban, 2042-ben, 2046-ban, 2050-ben, 2054-ben, 2058-ban. Nem unjátok? Mert én kurvára! Ezekkel szemben Orbán Viktor örökké meg fogja őrizni a hatalmát.
örökké ki fogja állni az összevetést. Ez a szomorú helyzet. Én értem, hogy a kampánytargoncának a színe az gyanakvásra ad okot. De talán az is gyanakvásra ad okot, hogy az egyik NER oligarha, Leisztinger Tamás, nem olyan régen megvette a Népszavát, a másik NER oligarha, a Nemzeti Együttműködés rendszerének egyházi főméltósága, Köves Lomó, nem olyan régen megvette a 168 órát és a Klubrádiót. Ó, hát biztos, hogy nem narancsárga a targoncájuk. Azt tudni. Itt mindig az történik, mindig ugyanaz. A látszat és a valóság konfliktusban áll egymással. A valóság a modern korhoz tartozik, a 20. századhoz tartozik. A látszat, a média hazugság, a valóság helyett gyártott narratívák, ezek pedig minden ízükben posztmodern narratívák és a 21. századhoz tartoznak. Itt ez a konfliktus. És én állok ennek a konfliktusnak elébe. Ki az ellenzéki? Karácsony Gergely vagy én? Nem én kezdtem ezt a konfliktust. Karácsony Gergely szúrta tele Budapestet azokkal a plakátokkal, amelyeken Orbán Viktor engem marionett figuraként mozgat. Neki az az állítása, hogy én Fidesz ügynök vagyok. Akkor ezt akkor most játsszuk le! Ki a Fidesz ügynök? Karácsony Gergely vagy én? Az én tévéműsoromat a Hír TV-ben a Fidesz megszüntette. Engem a Hír TV-ből kirugatott. Ezzel szemben Karácsony Gergely megkapott a Fidesztől egy kerületet. Én értem, hogy ezt a kerületet választáson nyerte meg, de ő megnyerhette. Neki ezt a Fidesz engedte. Ő hívhatta ki Papcsák Ferencet 2014-ben a 14. kerületben. Miért írja ki ezeket a választásokat Orbán Viktor? Miért választunk? Miért választunk főpolgármestert? Miért választunk kerületi polgármestereket? Jól látjuk, hogy Orbán Viktor a konyhapulton alkotmányoz. Jól látjuk, hogy Orbán Viktor, ha kedve támad, csütörtök délután 3:30-kor bármikor megcsonkol egy jogállami intézményt. Bármikor. És gond nélkül. Akkor hát miért? Miért nem szünteti meg ezt is? Ez is ugyanannyiból állna. Egy tolvonás. Ő mindig a törvényeket írja az érdekekhez. Most miért nem ír törvényt, miért nem ír alaptörvényt az érdekekhez? Miért nem ír választási törvényt a saját érdekeihez? Szeretném jelezni, hogy ezt teszi. Azért írja ki a választást, mert ettől a választástól a rendszere legitimebb. A választás élményétől. Stabilabb egy olyan rendszer, ahol felvásárolod az ellenzéket, és kiírod a választást, és engeded, hogy az emberek válasszanak a látszat alternatívák közül, mint az a rendszer, ahol felszámolod az ellenzékedet, megszünteted a választást, és az emberek nem kapnak illúziót, hogy választhatnak. A Kádár rendszer is megengedte a választást. Kiírták a választást, és te választhattál az MSZNP meg a Hazafias Népfront között. Szeretném jelezni, hogy a Fidesznek az MSZP az, ami az MSZNP-nek volt a Hazafias Népfront. A háztályi ellenzéke. Akiknek meg van engedve, hogy kihívják őt. Miért van nekik megengedve, hogy kihívják őt? Nem pusztán meg van engedve. Miért biztosít ehhez a kihíváshoz rádiót, napilapot, hetilapot Orbán Viktor? Miért finanszíroz hozzá televíziót? Hiszen tudjuk, a Fidesz, a Nemzeti Együttműködés rendszere, mondhatom úgy is, hogy a magyar állam befizetője az ATV-nek. Máskülönben, hogy kerülne az ATV képernyőjére Erzsébet utalványos szövegsáv? Az Erzsébet utalvány a Nemzeti Együttműködés rendszerének belső saját fizetőeszköze. Hogy kerül ez az ATV képernyőjére? Nyilvánvalóan úgy, hogy Erzsébet utalványok érkeznek az ATV-be. Miért finanszíroz tévét, rádiót, újságot Orbán Viktor ennek az ellenzéknek? Pont azért, hogy senki más soha őt ki ne hívhassa, hogy a kihívó pozícióban tartsa őket. Orbán Viktor parkolási pénzeken keresztül finanszírozza
pénzeli háztályi ellenzékét, az MSZP-t. Ezt tudjuk. Tudjuk. Tarlós István 16 kéréssel élt Orbán Viktor felé, és Orbán Viktor azt válaszolta, hogy István, tudod, hogy tisztellek, és ebből 15 kérésedre igent is mondok, csak hogy jelezzem. De van egy, amire nem mondhatok igent, ezt nem teljesíthetem. És az az volt, hogy hát Tarlós István a saját kezébe akarta venni, a főváros kezébe akarta venni a parkoltatást Budapesten. De Orbán Viktor megmondta kategóriusan, hogy ezt nem. Nem, az kéne még csak. Minden kerület külön-külön meg fogja bízni azt a maffia céget, amelyikre Orbán Viktor rámutat. Ezeken a pénzeken keresztül fogja a szoci nagyvállalkozókat, az MSZP-s pártmaffiát, háztályi ellenzékét finanszírozni. A budapesti tömegközlekedési eszközök takarítása és a járatok megállóinak, tehát állomásainak takarítása az egy olyan cégnek van kiadva, amely cég Horváth Csaba 14. kerületi polgármester jelölt édesanyjának a tulajdona. Ellenzéki polgármester jelölt. Ezek a pénzek, ennek a takarító cégnek a bevétele, ezek egyenesen Habony Árpádnál landolnak, aztán Habony Árpádtól Hagyó Miklóshoz kerülnek, és ilyen módon finanszírozza Orbán Viktor háztályi ellenzékét a kihívó pozícióban. Ez a képlet. Én tudom, hogy ez fájdalmas, és nehéz megérteni, de ez a mi fő bajunk a háztályi ellenzékkel, ez a mi fő bajunk Karácsony Gergellyel. És ez súlyosabb probléma, mint amilyen bajunk Tarlós Istvánnal van, mert Tarlós István rosszul vezeti a várost. De Tarlós István egy bármikor felcserélhető báb ezen a táblán. De Orbán Viktornak számtalan olyan megbízható kádere van, mint amilyen Tarlós. De Karácsony Gergelyből, Molnár Zsolt budapesti MSZP elnökből, és főleg Gyurcsány Ferencből neki nincs még egy. Ha ez a szennyvíz lefolyik a csatornán, kit raknak a helyére? Kit raknak a helyére? Még egy ilyen gondosan lábhoz szoktatott ellenzékük nincs. Nincs még egy bangónéjuk, aki mindig úgy patkányozik, ahogy Rogán Antal megrendeli. A helyzet az, hogy nagyon sokan megpróbáltak itt kormányt váltani, itt Orbán Viktort kihívni az ellenzékből, és mindig az derült ki, hogy nem lehet. Mert bármi szervesen alulról elindulna, hogy kihívja Orbán Viktor rendszerét, Gyurcsány oda megy és összedékázza. Kuhalmi Ágnes oda megy, és összeszegfűzi. Beintegrálják az úgynevezett összefogásba, ami kb. Annyit jelent, hogy a vörös rongy, amit bedobunk a mosógépbe, az összes fehér ruhát összefogja. És végül mind ilyen rózsaszín lesz. Ez jelenti az összefogás. Összefogunk mindent, ami nem vörös. Ezt az összefogást arra találták ki, hogy bármit, ami szervesen alulról jön, magukhoz roncsanak, magukhoz integráljanak, míg az már nem képez alternatívát Orbán Viktor rendszerével szemben. És akkor megoldódott a probléma, megint csak ők vannak kihívó pozícióban. Ők, akik Orbán Viktor rendszerét létrehozták azáltal, hogy bedöntötték a harmadik köztársaságot, és 2010-ben kétharmaddal Orbán Viktor kezei közé adták Magyarországot. Hát, súlyos probléma az, hogy nem lehet megúszni az ellenzékváltást. Ez a tanulság. Nem lehet kormányt váltani ellenzékváltás nélkül, mert az ellenzék a kormány biztosítéka, és a kormány első hadállása.
első védelmi vonala. Tehát arról van szó, hogy ha kormányt akarsz váltani, akkor először is a kihívó pozícióért kell megvívni a kormány háztáji ellenzékével, és ha megvalósult az ellenzékváltás, akkor ki lehet hívni a kormányt. De sajnos anélkül nem lehet. Karácsony Gergely azzal kampányol Budapest szerte, hogy ő ki fogja szabadítani Budapestet a Fidesz fogságából. Jelzem, hogy nem szabadítja ki. Jelzem, hogy Karácsony Gergely maga a Fidesz fogsága. Ez a feladvány. És erre a feladványra kell helyes választ adnunk. Orbán Viktor ezt a feladványt adta fel. Azért ezt adta fel, mert annyira bizarr, hogy egyszerűen nincs fantáziánk elképzelni, hogy Karácsony Gergely, aki a kihívója a rendszernek, látszólag, az fontosabb pillére magának a rendszernek, mint Tarlós István, aki pedig a jelöltje a rendszernek. De hát ez a feladvány, és minél később értjük meg a feladványt, Orbán Viktor annál tovább marad hatalmon Magyarországon. Ezt jelenti az ellenzékváltás. És jelzem, hogyha nem mi váltjuk le az ellenzéket, valakinek akkor is le kell, mert ezt a Rubik kockát csak így lehet kirakni. Én nem azt mondom, hogy én vagyok az egyetlen, aki ki tudom rakni. Én nem azt mondom, hogy szavaz rám, vagy nem lesz kirakva. Én azt mondom, hogy ezt a Rubik kockát ilyen módon lehet kirakni. Ha nem én rakom ki, más is csak így fogja tudni. Jó estét kívánok! Mészáros Péter vagyok, második kerületi kötődésű, a közügyek iránt fogékony polgár. Amiért itt ülök, a következő, nagyjából másfél-két éve a második kerületbe elkezdtem aktívan levelezni, így jobban lehet hallani, Tehát nagyjából másfél-két éve kezdtem el levelezni az önkormányzattal, mindenféle apró cseprő, a hétköznapokban bosszantó ügy miatt mire gondolok. Közterületen való parkolás, maga a parkolás rendje, az állandósult forgalmi káosz. Ezek kapcsán a tapasztalatom az volt első körben, hogy nem reagál az önkormányzat, nem kapok érdemi válaszokat, és egyszerű mezei lakóként jártam házról házra szomszédokat, és arra a felismerésre jutottam, hogy hozzám hasonlóan másokat is leszokott rázni az önkormányzat semmit mondó levelekkel. Összefogtunk, elkerestük így az önkormányzatot, így sem történt semmi, és ami nekünk bevált, az végső soron a nyilvánosság volt. Facebookon kezdtük egy csoportba gyűjteni azokat az anomáliákat, amiket tudtunk dokumentálni, közlekedési szabálysértéseket, zöld terület használatot, mi az egészből a tapasztalat. Alapvetően az önkormányzat, és ez az egyik olyan probléma, amire ebben a kampányban sem látok semmiféle választ, az önkormányzatok nem kezdenek semmit az autós társadalom érdekeivel szemben. Ez mit jelent a gyakorlatban a második kerületben, a 12. kerületben? Az első felismerésünk az, hogy az autók minden olyan négyzetmétert elfoglalnak, ahova elférnek. Ez azért is súlyos, mert ott, ahol újabb társasházak épülnek, a beruházó nagyon-nagyon nagy nyugalommal letérkövezi a zöld területet, azokból is parkolóhely lesz. Sok ilyennek utána mentünk, kiderült, hogy ezek tulajdonképpen nem rendelkeznek engedéllyel, de az önkormányzat ezekkel szemben sem lép föl. Ezek a bosszantó történetek vezetnek ahhoz a felismeréshez, hogy azt látjuk, minden négyzetméter lassan parkolóvá válik Budán. Abban a kerületben, amelyik elvileg Buda zöld szíve, vagy pedig a hegyvidék. Erre csak rátesznek azok a beruházások sok esetben, amelyek célja a hegyen a szolgáltató jelleg erősítése. 20 évvel ezelőtt a második kerületben a hegyen nem igazán voltak irodaházak, most jellemző, hogy több olyan hatalmas irodaház működik, amelyek környékén a parkolás is díjmentes. Kérdezem én, hogy hol lehet mondjuk a Váci út környékén egy irodaházba elmenni úgy dolgozni, vagy akár a Soroksári út menőbb részén,
hogy nem kell fizetni előtte a parkolásért, mint például a Rózsakert környékén, vagy a Rózsadomb Center környékén, de mondhatnék a 12. kerületből is hasonló példákat. A helyzet az az, hogy az önkormányzat nem akar neki menni az autós társadalomnak, egész egyszerűen azért, mert az túlságosan sok szavazót jelenthetne potenciálisan, aki esetleg elpártolna a választásokon. Mi a következő felismerés? Mindjárt emlékszünk arra, amikor a 90-es években rengetegen költöztek ki Budáról a környező településekre. Ezek a tízezrek dolgozni legtöbb esetben most is Budapestre járnak vissza. Emiatt egyfolytában dugóba áll a város a Hüvösvölgyben, de mondhatnám Vörösvár felől a forgalmat, vagy Szentendre felől, de akár az Alkotás utat is. Milyen kedvező alternatíva valósult meg az elmúlt években azok számára, akik a tömegközlekedésre pártolnának át? Épültek parkolóházak, parkolófelületek, ahova az autót lerakhatják az agglomerációból érkezők? Az az én személyes élményem, hogy nagyjából 10-20, esetleg 30 helynél nem igazán van több, amire egy életvitelt nagyon nehéz lenne ráépíteni. Ezzel arra célzok, talán nagyon sokat jelentene a budai kerületeknek, hogyha megvalósulna, én nem azt mondom, hogy ez a legjobb ötlet, de nem tudok ennél egyelőre jobbat, nagyon üdvözítő lenne, hogyha esetleg az M0-ás gyűrű végre befejeződne, és akkor nem kéne mondjuk a kelet-nyugat tranzitnak vagy forgalomnak megkerülni az egész várost, ami nyilván hatalmas útdíjbevételeket jelent az államnak, a teherautókra gondolok, de a személyautóktól kezdve a déli agglomerációban élőknek ez egy elképesztő közlekedési terhet jelent. Nézzük csak meg, nyár óta nagyjából folyamatosan be van állva az M0-ás déli szektora, és ez nem csak azokat érinti, akik ritkán mennek mondjuk a Balaton fele, kelet felől, egész egyszerűen Budapest egy része nem járható. És ugye ez egy olyan történet, ami, ahogy látjuk, ebben a kampányban sem jött elő. Nem találkoztam olyan polgármesterrel, aki erre nézve, vagy polgármester jelöltel sem, aki erre nézve ígért volna valamit. Itt szeretném megemlíteni azt a fejlődést is, amit az applikációk jelentenek. A közlekedés szervező applikációk, mint a Waze, vagy akár a Google-nek a térképe, ugye mindenkit a mellékutcákon keresztül vezet a céljába. Ennek eredményeképpen olyan budai utcákba is állandósult a nagyobb autóforgalom, ahol korábban nem voltak. Nem tud az önkormányzat, vagy inkább úgy mondom, nem akar fellépni a programokat üzemeltetőknél azért, hogy mondjuk lakópihenővezeteket alakítsanak ki a hegyen. Itt mondjuk mondhatnék egy példát, Vérhalom tér környéke, egy a második kerületben csodásan felújított tér, folyamatosan tele van a játszótér, a futókörön hajnaltól késő éjszakáig futnak, mégis, mint egyedüli zöld terület, egy nagyon-nagyon-nagyon zsúfolt autóút körül, vagy autóút közepette helyezkedik el. Miért nem alakít ki akár a budai önkormányzat, akár a 12. kerület sokkal több olyan övezetet, ahol a gyerekeket nyugodt szívvel ki lehet engedni ugye az úttestre, anélkül, hogy attól kéne félni, hogy egy temposan haladó autó elgázolja. Itt ugye halkan utalok vissza Horváth Csaba második kerületi polgármesternek arra a régi-régi kampány ígéretére, ami arról szólt, hogy szerette volna a második kerületi utakat fenntartani a második kerületiek számára. Ebből aztán nem lett semmi, viszont én azt gondolom, hogy ilyen tiltással szemben nyilván lenne most is lehetőség elérni valamit, amivel az átmenő forgalmat radikálisan lehetne csökkenteni. És ugye ami még egy fontos dolog, hogy ugye a parkolási övezetek szabályai, határai kialakítása minden kerületnek a saját ügye. Ezt a kerületek kérik a fővárostól, általában ezekre a főváros rábólint. Érdemes mindenkinek végig gondolni, hogy milyen területek nincsenek ebbe bevonva, milyen területeket lehetne egyéb iránt bevonni, amivel talán lehetne elérni azt a dolgot, hogy aki mondjuk az agglomerációból indul dolgozni a hegyre, legalább az, vagy a bármelyik másik budai célterületre, legalább az legyen kénytelen átszállni autóra, és legalább ne jöjjön be autóval mindenki. Térjünk vissza egy kicsit a nagy politikához. Orbán Viktor befolyása az ellenzékben kritikus mértékű. Olyan mértékű, hogy másfél évvel ezelőtt Orbán Viktor megbuktatta a szocialisták miniszterelnök jelöltjét, Botka Lászlót. Na ez milyen?
Ez milyen érzés? Hogy van az ellenzéknek egy jelöltje, amit így elindít, hogy kihívja Orbán Viktort, és Orbán Viktor nem szeretné, hogyha ezt hívná ki, mert ez egy mondjuk egy sikeres városvezető Szegeden, aki mondjuk így kinézik belőle, hogy tudna országot is vezetni esetleg, és Orbán Viktor megijedt tőle, mert nem akar vele szemben semmiféle összevetést. Ezért Molnár Zsolt budapesti MSZP elnökkel közösen megbuktatják Botka Lászlót. Ezt nem nekem kell elhinni. Botka László mondta ezt. Hát, kinézzük belőle, hogy ezt meg tudja ítélni az MSZP miniszterelnök jelöltjeként. Ő fogalmazott így. Fidesz ügynökök rátámadtak. Ezt a kifejezést használta. Továbbá azt mondta, hogy hát kritikus mennyiségű azoknak a politikusoknak a száma az MSZP-ben, akik nem nyerni akarnak, hanem túlélni. És a politikából megélni. Abból, hogy ők az ellenzék. Kit állított a helyére? Botka László helyére Orbán Viktor és Molnár Zsolt. Másfél éve. Emlékszünk? Karácsony Gergelyt. Úgy tűnik, Orbán Viktor Karácsony Gergellyel szemben vállalja az összevetést. Karácsony Gergely hívja csak ki őt. Ő tőle nem ijed meg. És most kiderült az is, másfél évre rá, hogy ha Orbán Viktor akár magának, akár Tarlós Istvánnak választ kihívót, 2018-ban és 2019-ben is Karácsony Gergelyt választja. Milyen érzés? Ők az ellenzék? Tényleg ők? Ez a Karácsony Gergely meghálálta a zuglót Orbán Viktornak. Például megszavazta az olimpiát, budapesti olimpia rendezését kerületi polgármesterként. Most meg stadionstoppot hirdet. Honnan jött ez a stadionstopp? Két évvel ezelőtt még olimpiát akart rendezni a csávó, most meg stadionstopp. Mi van? Ja, hogy azóta volt egy nolimpia élmény. Aha! És kiderült, hogy a budapestiek nem akarják a stadionokat. Ja, hát akkor már Karácsony Gergely se akarja. Sőt, stadion stopp, és ő áll az élére. Ő már azt mondja, hogy stopp! Aki két éve még megszavazta. Vagy nem tudta azt, hogy stadionokat kell építeni az olimpiához? Ez két év kellett, hogy kinyomozza? Hát arról van szó, hogy Karácsony Gergely azt teszi, amit Orbán Viktor mond neki, hogy tegye. És közben persze vívja a nagy álságos szabadságharcát Orbán Viktorral szemben. Ilyetén módon pont úgy működik Karácsony Gergely Orbán Viktorral szemben, ahogy Orbán Viktor Brüsszellel meg Junckerrel szemben. Meg Merkellel szemben. Meg a német multikkal szemben. Álságosan előadja a szabadságharcot, meg a rezsicsökkentést, meg a multiellenességet, meg az illiberalizmust, miközben a gazdaságpolitikája tőrölmetszett neoliberalizmus. Egy kulcsos adóval, a multi kiszolgálásával, túlóra törvénnyel, mindennel, ahogy az meg van írva. Karácsony Gergely pont annyira álságos módon ellenzéke Orbán Viktornak, mint Orbán Viktor akár Junckernek, akár Webernek, akár Merkelnek, akár a német multiknak. Ez ugyanaz a porhintés. Úgymond homokot szórnak a szemünkbe, és miközben vaksin pislogunk, a közben átvezetnek minket egy újabb 5 éves ciklusba. Ez így megy. Az ő hatalmukat a polgárháború, a törzsi gyűlölet, a 20. század történelmi sérelmei képezik és kölcsönzik. Ők ettől legitimek. Attól legitimek, hogy ebben az országban minden második magyart megnyomorítottak a fasiszták, minden második magyart megnyomorítottak a bolsevikok. És ezek olyan történelmi sérelmek, olyan családi traumák és tragédiák, és persze
eltérő a történet. Volt olyan, akit 1920-ban lecsatoltak az országról, volt olyan, akit a Donkanyarba vittek meghalni, volt olyan, akit az Uralon túra vittek, Málenki robotra, volt olyan, akit a Dunába lőttek, Auschwitzba vittek, Dachauba vittek, munkaszolgálatra vittek, aztán gödörbe lőttek. Millióféle történet. Ők ezekből a történetekből merítik a legitimitást. Ezért nincs az országnak gazdája. Ezért nincs az ügyeinknek gazdája. Mert mi nem ezt kérjük számon rajtuk, hogy mit intéztél az elmúlt 5 évben, hanem hogy ezt a törzsi háborút, ezt a megtorlást, azért, ami történt a nagypapával, meg a nagymamával, ezt milyen átélhető módon celebráltad nekünk ebben a megrontási rituáléban, amit politika helyett megy. Hát ez a feladat. Ezért fizetjük őket. Ezt végzik kormányzás helyett. Meg politizálás helyett, meg az ügyeink vitele helyett. Ez az igazi probléma, hogy tovább kéne lépni a 21. században, mert itt van a nyakunkon, és egy csomó válságot hoz, meg egy csomó elintézendő ügyet hoz a maga jogán a 21. század. Most már ezekről kéne beszélni. Ehhez el kéne temetni a csatabárdot. Le kéne zárni a polgárháborút. Ehhez nemzetet kéne egyesíteni. És aki konzervatív, maradjon konzervatív. Aki meg liberális, az maradjon liberális. De ennél legyen már egyel fontosabb a környezetünk, az országunk, meg a városunk. Ők egy olyan narratívát diktálnak nekünk, hogy ha magyar vagy, akkor Tarlósra szavazol, és így fejezed ki a magyarságodat. Ha demokrata vagy, akkor meg Karácsony Gergelyre szavazol, és így fejezed ki a demokratikus elkötelezettségedet. Most szeretném jelezni, hogy ők nem referenciái sem a magyarságnak, sem a demokráciának, hanem a rossz példái, az ellenpéldái. Most Orbán Viktor diktálja azt, hogy ki a magyar, és az Orbán Viktorra szavazással fejezem ki a magyarságomat? És a Gyurcsány Ferenc diktálja, hogy ki a demokrata? És a Gyurcsányra leszavazok, és hogy így fejezem ki a demokratizmusomat? Hát ez viccnek is rossz. Hát tegyük már ezt mérlegre. Orbán Viktor a magyarság fokmérője, ugye? Ő a mértékegysége. Ő, aki offshore-ba szivattyúzza ki a közös pénzt, a rábízott pénzt, meg a közbeszerzéseknek a bevételeit. Miközben azt látjuk, hogy az egészségügy, meg az oktatás az romokban. Mit jelent az, hogy nemzeti politika? Mit jelentene a nemzeti politizálás? Szeretném jelezni, hogy az egészségügyet és az oktatást jelenti. Ezt jelenti a nemzeti politizálás. Ezt jelenti. Nem a dühöngést a románokkal, meg a szlovákokkal, hanem a következő nemzedékeknek, a magyarság 21. századának a biztosítását. Hogy legyen. Hogy legyen 21. százada a magyarságnak. Indonéziában hoteleket vásárolni Mészáros Lőrinc nevén, Tiborc István nevén. Ez nemzeti politika? Hogy Tiborc Istvánnak újabb és újabb szállodái nyílnak Indonéziában? Ez a nemzeti politika? Ebből vezetjük le a magyarságot? Ilyen módon fejezzük ki a magyarságunkat? És akkor mi rakjuk már mérlegre ennek a Gyurcsánynak, meg ennek az MSZP-nek a demokratizmusát? Úgy akarjuk kifejezni a demokratizmusunkat, hogy Gyurcsányra szavazunk, akik eltitkolta a költségvetésnek a hiányszámait a választás évében. Eltitkolta az államadóság mértékét. Meghamisította a konvergencia jelentést az Európai Unió felé. Az a Gyurcsány Ferenc, aki hazudott reggel, délben meg este, aztán meg nem mondott le, és szemeket lövetett ki,
és aztán meg nem mondott le, és nem mondott le, és nem mondott le, és összehegyezte kitartó kemény munkával Orbán Viktornak egy kétharmadot 2010-re. Ő a demokrata? A választási csalásával? Jó, hogy az úriember megérvelte a dolgot. Hát az a... Jó, mert én se tudtam, hogy miért vagyok köcsög. De amikor megtudtam, hogy kurva az anyám, már értettem is! Értjük mi a politikát, csak át kell beszélni a maga teljességében és mélységében. Na, megint itt van az átélhető reality szemben a kevésbé átélhető valósággal. Az Orbán Viktor szabadságharca Brüsszel ellen nagyon jól átélhető reality. Nagyon jól átélhető. A fél ország imádja, zabálja nagy kanállal. Karácsony Gergely szabadságharca Orbán Viktor ellen szintén egy nagyon jól átélhető reality. Csak ország másik fele meg elszabálja nagy kanállal. Most az, hogy ez az egész álságos, nyomorult színjáték, ez a hitvány népszínmű, ez a két reality, ez nem enged minket hozzáférni az országhoz meg a városhoz, az, hogy nézzél rá arra az épületre, hogy hogy néz ki, milyen állapotban van, ez nem olyan átélhető, mint egy szabadságharc, amit a limuzin hátsó ülésén jobb kézben pezsgős pohárral, bal kézben meg lazacos szendvicssel ad elő Orbán Viktor. Hát ilyen az igazi szabadságharc, nem? Hát így képzeljük el Petőfi Sándort Segesvárnál. Jobb kezében pezsgős pohárral, bal kezében meg lazacos szendvicssel. És előtte két csík kokainnal. Ugye? Így kell szabadságharcolni, ha már ha az ember meg akarja nyerni. Vagy ha elveszti, legalább a szabadságharc által önmagának a hatalmat megbírja tartani. Nem megnyerni kell ezt a szabadságharcot, vívni kell. Vívni kell addig, ameddig csak hatalmon akarunk maradni. Ahogy George Orwelltől tanultuk. A háborút nem megnyerni akarjuk, hanem fenntartani. Még megnyernénk a háborút, még a végén leváltanának minket. Hát, ahogy Winston Churchill-lel történt. Winston Churchill megnyerte a második világháborút az angoloknak, és leváltották. Na, ez kéne még csak. Hát, a politikai tanácsadó tanácsothatott volna Winston Churchillnek, azt mondta volna, hogy meg ne nyerd a háborút, apám, mert vége lesz a hatalmadnak, már nem lesz rád szükség. Egy ilyen vadállatra, mint te vagy, háborúban van szükség. Az angolok érteni fogják, hogy ha megnyerted, ők már rezsicsökkentést fognak akarni. De azért Winston Churchill még egy államférfi volt, és megnyerte a háborút. És vállalta, hogy leváltják. És nem torzult el a személyisége attól, hogy az angolok őt leváltották, pedig egy világháborút nyert meg. Tehát nem úgy volt, hogy 4 éven keresztül kormányzott, hát úgy, ahogy, mint Orbán Viktor 98 és 2002 között, és utána a nyomorult magyar társadalomnak volt pufája leváltani őt, úgyhogy 8 év alatt hozzá is torzult, meg hozzá is romlott Gyurcsány Ferenchez, meg a gyurcsányi kihíváshoz, úgyhogy ami hatalomra jutott 2010-ben, az már abban már semmi köszönet nincs. És nem a 98-as Fidesz, és nem a 98-as Orbán Viktor, meg nem a ő általa előadott polgári kormányzást ért vissza. Pedig hát ez kapott kétharmadot 2010-ben, ha jól emlékszem. Szeretném jelezni, hogy ez a változás, ez nem fog végbe menni a politikában. Ennek a változásnak először a fejekben kell végbe menni. Utána a jellemekben kell végbe menni. Jobb erkölcsi minőségkel. Ebből kell, hogy képződjön egy kultúra. Ez a kultúra megszervez magának egy kurzust, és ebből a kurzusból majd kilép egy párt, és az a párt majd lehet, hogy ki tudja hívni Orbán Viktor rendszerét. Csak ezt az egészet mindenki meg akarja kerülni, ki akarja hagyni. Ne kelljen már gondolkodást változtatni, az lehet, hogy 10 év. Hát nincs ennyi időnk. Hát a gazdasági holdudvarunk veri az asztalt, mert kéri a közbeszerzéseket.
Hát itt gondolkodást változtatni, meg kultúrát változtatni. Szeretném jelezni, hogy az erkölcsi forradalmat nem lehet megspórolni. Anélkül, hogy jobb minőséget állítunk náluk, anélkül nem lehet őket leváltani. Mert pont így találták ki a struktúrát, hogy a hozzájuk hasonlóan hitvány minőség hívja ki őket újra meg újra. Így kerül Karácsony Gergely kihívói pozícióba. És ezt nem lehet megspórolni. Ha nem állítunk jobb minőséget, mint ők, ugyan milyen alapon hívjuk ki őket? Most tegye a szívére a kezét az, aki úgy gondolja, hogy a Gyurcsány az Orbánnál jobb minőség. Aki úgy gondolja, hogy Karácsony Gergely Kósa Lajosnál jobb minőség. Van köztünk ilyen? Miért is kéne ezekre aztán? Ezekre, akiket fizet? Én értem, hogy a legjobb az lenne, és minden politikus így működik, és a politika maga is így működik. Rövid távon kell gondolkodni, és rövid távon kell ígérni a sikert. Most 13-án fog megváltozni minden. Ezt kell a politikusnak ígérni, hogy rászavazzanak. Ez a politika nagykönyvének első oldalának, első fejezetének első előírása. Hazudni. Hazudni valami vonzót. Ahogy egy évvel ezelőtt Karácsony Gergely is megígérte, hogy miniszterelnök lesz. Szél Bernadett is megígérte, hogy miniszterelnök lesz. És Vona Gábor is megígérte, hogy miniszterelnök lesz. Csak az a kérdés, hogy megéri ez a hazugság. Megéri ez a vonzó hazugság, amivel néhány százalék pluszhoz lehet hozzájutni. Megéri a szavahihetőséget? Meddig lehet hozzájutni? Meddig lehet hozzájutni? Mikor vész el végleg ezeknek a fedezetlen ígéreteknek a szavatossága? Mikor? Én azt gondolom, hogy folyamatosan értékelődik le a politikai osztály hitele. De ennek úgy tűnik, hogy el kell jutnia egy abszolút nulla fokhoz, hogy a rendszer bedőljön. És nekünk az a feladatunk, hogy amikor ez eljut az abszolút nulla fokhoz, és a rendszer elveszti minden hitelét, lejár a fedezetlen ígéretek szavatossága, akkor ott kell lenni jobb minőséget képezve, mint alternatíva. Nekünk ez a feladatunk. Nem az, hogy 13-án leváltsuk őket. Ez a budapestiek döntése. Nekünk az a feladatunk, hogy ott legyünk a szavazólapon, és alternatívát kínáljunk a rendszerrel szemben. Jobb minőséget. Miből vezetem le ezt a jobb minőséget? Hát abból, hogy mi civilek vagyunk, és nem politikusok. Nem hatalomra szerveződtünk, hanem ügyekre. Ennek megfelelően nem akarunk a politikából megélni. Ennek megfelelően megengedhetjük magunknak az igazmondás luxusát. Nem akarunk közpénzből élni. Nem kérjük Orbán Viktortól az adót, hogy abból a kis család jól éljen. Viszont készen állunk vállalni a felelősséget, készen állunk hatalmat gyakorolni, ha a budapestiek úgy döntenek, az ügyünk teljesítésének az erejéig, és nem tovább. Ez jelenti a civilség. Ez jelenti a minőségi különbség. Amikor mi elkezdtük a szervezetünket építeni, az első, amit mondtam mindenkinek, hogy nem fogtok ebből megélni. És hogyha valaki ide azért jött, mert szeretne ebből megélhetést, meg egzisztenciát építeni, az most menjen el. De ez a döntő különbség a között, hogy valaki civil vagy politikus. Pont attól, hogy civilek vagyunk, a politika nem adhat nekünk semmit, ezért aztán nincs miért hazudoznunk. Megengedhetjük magunknak, hogy elveszítsünk egy választást. Pont azért, mert nem a hatalomra szerveződünk, hanem az ügyeink érvényesítésére. Nincs más teendő, mint hagyni, hogy a nagyobb igazságunk a maga természeténél fogva érvényre jusson. Vagy úgy, hogy ők érvényre juttatják, pusztán azért, hogy minket a hatalomtól, meg a döntéshozataltól távol tartsanak, és akkor anélkül jutunk érvényre, hogy hatalomra kéne vergődnünk, vagy ha máshogy nem, akkor majd hatalmat szerzünk és megvalósítjuk. Így vagy úgy, és nekünk mindkét forgatókönyv megfelel.
Mivel nem a politikából élek, ezért nagyon tudok örülni annak, hogy felújították például a Szél Kálmán teret, a Moszkva teret, de amikor eszembe jut, hogy mikor láttam legutóbb működni ezt a LED csíkot a Földön, és felidézem magam előtt, hogy gyakrabban láttam, amikor nem működik, mint működésképp közben, akkor általában rám sütik azt, hogy én egy fanyalgó vagyok, nem tudok örülni semminek, pedig épül-szépül a kerület, Buda, a város. De közben eszembe jut, hogy nem csak a LED fény nem működik, hanem mintha nem valósult volna meg az a mélygarázs sem, amit ígértek volna. Nem akarom azt mondani, hogy mélygaráspárti vagyok, viszont mintha sokszor lenne az az élményünk, hogy kapunk egy felújítást, ami funkcionálisan elfogadható, de igazából olyan gyökeres reformokat, amiket egy-egy ilyen felújítás hozhatna a hétköznapjainkba azáltal, hogy sajnos csak 30-40 évente kerül rá a sor, most ezt nem nagyon tudjuk megélni. Nincs ebben a kampányban sem különösebben senki, akin számon lehetne kérni azt, hogy ugye az 5-ös metróként elhíresült Szentendrei hév vonalán mi történt az utas komfort javítása érdekében, tényleg ezek a most már újra szorgalmazott, eltüntetedő felszíni kereszteződések kerültek ugye megint a nyilvánosságra, anélkül, hogy bármi történt volna az elmúlt években is. Jól emlékszünk még a sípályára, amit terveztek a normafára, ugye nem mondom, hogy erre azért akkora tapintható igény volna, de minden olyan fejlesztés nyilván jó lehet, ami a helyiek érdekeit szolgálja, a város érdekeit szolgálja, azt nem tudom, hogy a természetnek ez mennyit használ éppenséggel, viszont hol van már a fogaskerekű meghosszabbítása? Ugye ez is egy olyan téma, amit szinte már a 4-es metrót idéző időbeniségben hallgatunk már. Ugye ennek a fogaskerekűnek egyrészt már a Moszkva térig be kéne gurulnia, illetve arról is szó volt, hogy összekötik majd a gyermekvasúttal. Ismét lelent úgy egy ciklus, hogy ebből a fejlesztésből sem történt semmi. Ugye álljunk meg egy pillanatra a kerékpáros fejlesztéseknél. Egyre többször olvasuk azt a dolgot, hogy a Bubi, mint projekt megbukott, mert nehézkes volt a bérlése, nehéz maga a kerékpár, ugye ez egy dolog, ami viszont biztos, hogy Budának a hegyvidéki részein sem a másodikban, sem a 12-ben egyetlen Bubi állomás se volt. Én legalábbis nem tudok róla, ez nyilvánvalóan csökkenti az esélyét annak, hogy a környékünkön gyakorlatilag ez alternatívája legyen az autóknak. Van-e olyan, aki esetleg gyerekként szívesen biciklizett volna Budán, de nem engedték neki a szülei? Én nem lennék meglepve, hogyha ez a helyzet ma is így nézne ki. Az autóforgalom miatt ez most is egy életveszély. Mitől lenne vonzó például az egyéni kerékpáros közlekedés? Szerintem attól nyilván vonzóbb volna, ha nem attól félne az ember, hogy egy autós el fogja csapni. De ugye miért áll fönn ez a helyzet ugyanúgy, mint 10 éve? Mert lényegi forgalom szabályozó változás nem nagyon történt a budai kerületekben. És én nem értek a közlekedés szervezéshez, de szerintem egy olyan 56-os villamos nem jelent a két végállomás között akkora versenyelőnyt az autókhoz képest, hogyha az minden bokorba megáll. Sajnos ilyen jellegű döntéseket sem hoz meg a politika, de ilyen víziót sem kínál jóformán a sétáló Budapesten kívül senki. Én elgondolkodnék azon is, hogyha szakember lennék, hogy nem kéne esetleg egy-egy járatot meggyorsítani ilyen vagy olyan módon. Mennyire úttörő volt a második kerület a buszsávokkal, amikor akár az út közepére buszsávokat festettek. Én emlékszem, hogy régen ezeket a buszsávokat a rendőrség, vagy a közterület, vagy a városrendészet, mindegy, hogy hogyan hívjuk, ezeket ellenőrizte, és bizony kiszedték mindenkinek az elégedettségét kiváltó módon a forgalomból azokat, akik a buszsávot használva előre tolakodtak. Az elmúlt években én ilyen ellenőrzést jóformán nem is láttam. Ez mit jelent? A morál sajnos egyre rosszabb a közlekedésben, és ugye ez az, ami most már évek óta újra velünk él. Ez azt jelenti, hogy elfogadjuk ezt az állapotot, tulajdonképpen a rendőrség, a közterület vagy a városrendészet arra jó, hogy a mozgássérült helyre tévedő autósokat megbünteti. Teszem azt, ez persze teljesen jogos, hiszen a mozgássérült hely az ugye mozgássérülteknek van fenntartva, de mégsem értem meg, hogy miért ebbe merül ki jóformán a munkájuk sok esetben,
miért nem lépnek föl azokkal az egyszerű szabálysértőkkel, akik napi rutinszerűen mennek a buszsávba, vagy mennek át a piros jelzésen, betolakodva esetleg egy forgalmas kereszteződésbe. Úgy érezzük, hogy tényleg a rendőrség, bár sokat javult egyébként a megítélésük, ez tagadhatatlan, de mégis, amikor ilyen eseteket látnak, a szemük előtt történik, vakként viselkednek és tovább mennek, nem történik semmi. Ezek azok a helyzetek, amik az átlag egyszerű ember igazságérzetét egyfelől bánthatják teljesen jogosan, illetve hát nem segíti azt, hogy ilyen apróságokkal a hétköznapi életünket jobbá tegye. Ugyanezt gondolom egyébként a közterületek használatáról, ott sincs meg ez a fajta odafigyelés. Nyilván akkor, hogyha egy rendezvényt kell biztosítani, akkor nagyon helyesen részt vesz ezeken a közterület felügyelet, de igazából a szabálysértők ellen nem lépnek föl sok esetben, és ez gyakorlatilag oda vezet, hogy nincs az embernek az az érzése a saját utcájában, hogy igazán otthon lenne, mert mások úgy használják, ahogy kénye kedvű képességgel tartja. Ezért remélem én azt a dolgot, hogy a Sétáló Budapesttel közösen ilyen jellegű elvárásokat meg lehet fogalmazni most is, és a későbbiekben is az önkormányzati döntéshozókkal szembe, és számon lehet kérni azokat a reformokat, azokat a lépéseket, amik nem is feltétlenül pénzbe kerülő dolgok, de jobbá tudnák tenni, és nem 10 év múlva, meg 5 év múlva, meg 20 év múlva, mint a Galvani híd, hanem akár holnapról, holnap utánra a hétköznapi életünket. Sajnos a politikából kivesztek az ideológiák. Pedig a politika számára az ideológiák voltak a rakomány. Ugye a politika az egy teherautó. És az ideológia, ugye az ideák, a gondolatok, ezek képezték a rakományt a rakodótérben. Most már azt látjuk, hogy tök üres teherautóval furikáznak folyamatosan. Elvesztek az ideák. Elveszett a tartalom. Ja, nem azért béreltük fel ezeket a szolgáltatókat, ezeket a teherautósofőröket, hogy üres teherautóval furikázzanak. Az egészet, magát az egész teherautót arra találtuk ki, magát a teherautósofőrt arra találtuk ki, hogy a rakományt eljuttassák hozzánk. Meg az országunkhoz, meg a városunkhoz. De ez a rakomány ez most már elveszett, kézen közön. És tök üres a teherautó. Öncéllá vált. Tehát ők furikáznak az üres teherautóval, mi megfizetjük őket. Mínusz ideák, mínusz elvek, mínusz ügyek, mínusz menedzselése az országunknak, meg a városunknak. Hova tűnt a rakomány? A helyzet az, hogy ők egyre kevésbé gondolnak bármit a világról. Mert megtapasztalták, hogy bármit gondolnak a világról, bármi is az idájuk, az valahol diszlájkot képez. Valahol az majd nem lesz népszerű. Tehát ha ők gondolnak bármit, akár liberálisok, akár szocialisták, akár konzervatívok, nacionalisták, zöldek, vagy bármit is gondolnak a világról, az valahol valakinek majd nem fog tetszeni. A politikus rájött arra, hogy ő ezt nem engedheti meg magának. Hogy ő gondoljon valamit, ami majd valakinek nem tetszik. Tehát ő gondosan felméri egy intézettel, egy úgynevezett közvéleménykutató intézettel, hogy mit akarnak az emberek hallani. És azt fogja mondani. És akkor lájkokat tud maximalizálni, és diszlájkokat tud minimalizálni. Csak hogy ebből az fakad, hogy ő már nem engedheti meg magának, hogy ő speciál valamit gondoljon a világról. Hát honnan tudja ő, hogy mit fog az intézet a jövő héten megmérni? Most gondol valamit, az neki egy akadály, ami akadályozza a hatalomban, akadályozza, hogy szavazatokat maximalizáljon. Tehát nem fog gondolni semmit. És aki semmit nem gondol, az bármelyik pillanatban bármit gondol. Ez lett a politika. Ilyen a politikus. És minden politikusnál inkább ilyen Karácsony Gergely, a grafikon ember, a politológusból lett politikus, aki eredetileg sugdosott a politikusoknak, hogy ezt hazudt, azt hazudt, aztán rájött arra, hogy ha hülye vagyok, hogy a értékes know-how-val, amivel rendelkezem, én itt más politikusokat gyártok le,
akik aztán kifizetnek engem, fagyi pénzt kapok az értékes tudásomért, ők meg a nagy zsákmányt, meg a nagy hatalmat meg elfoglalják. Hát a nagy szart, mondta Karácsony Gergely, majd én legyártom saját magamat, mint politikust. Így született meg a grafikon ember. Ez a nyálkás amőba, amelyik mindig úgy formálódik, ahogyan a grafikonnak az épp aktuális állása, amilyen képet mutat. Ahogy a grafikon görbül, Karácsony Gergely, azt a görbületet, azt felveszi. És így minden pillanatban ő a legvonzóbb, ő a legnépszerűbb. Hogy mi is ez az ő? Hogy ki is ez az ő? Hogy ki is Karácsony Gergely? Hát ő lenne a legrosszabb politikus már a saját szemléletében, ha ezt ő így meg tudná mondani. Hát majd megméri Závetsz Tibor, hogy ki Karácsony Gergely, és hogy mit gondol Karácsony Gergely, és ő majd az lesz. Tehát bármi is van a rakodótérben, az kizár egy csomó mindent, ami lehetne a rakodótérben. Tehát bármit felrakok a teherautóra, az kizárja a lehetőségét az akárminek. Tehát ne legyen a teherautón leginkább semmi, és bármit hazudok, az van a teherautón. És mire megnézed, hogy mi van a teherautón, tehát mire kinyitod a teherautónak a rakodóterét, addigra, jaj, hát leketyegett ez a választás, de majd 5 év múlva újra. Hát most sajnos, hát ennyi. És ez újra meg újra megismétlődik velünk. Sajnos a súlyos probléma az, hogy eltűntek a politikából az államférfiak. Az olyanok, mint Winston Churchill, mondjuk. Hogy a már említett példában éljek. Tehát Churchill azt mondta az angoloknak, hogy kedves angolok, van egy rossz hírem. Háború lesz. És ott volt Chamberlain, az ő politikai riválisa, aki azt mondta, hogy kedves angolok, nem lesz háború. Itt hozom a békét. És a Müncheni Egyezménynek a példányát azt így lobogtatta. És az angolok kimentek az utcára, hát na, hogy kimentek az utcára, és így a kalapjukat a levegőbe dobálták, hogy nem lesz háború. Tehát arról van szó, hogy Churchill háborút ígért, Chamberlain békét ígért, és mert az emberek nem akartak háborút, Chamberlaint választották. És ezzel mit értek el? Elkerülték a háborút? Nem! Nem, ugyanígy lett háború, csak egy sokkal erősebb Hitler ellen. Mert értékes éveket vesztettek. Ha a britek már a kezdetén hittek volna Churchillnek, ez a háború, ez talán le lehetett volna zavarni másfél év alatt. De nem. Mert nem akarták hallani a rossz hírt. Sajnos ilyenek a tömegtársadalmak. Nem akarják hallani a rossz hírt, az államférfi meg olyan, hogy őt nem érdekli, hogy akarják-e hallani a rossz hírt, vagy sem. Ő azt mondja, ami van. Ő a hiteles analízissel tartozik. Ő egy reális diagnózist akar adni a helyzetről. És aztán az emberek eldöntik, hogy ezt választják, vagy azt választják. És mi történt? Hitler megszállta Lengyelországot, megtámadta Franciaországot, és igen hamar kiderült, hogy Churchillnek végig igaza volt. És ezt a háborút ezt nem lehet elkerülni. És akkor persze megszavazták Churchillt, meg akkor már akarták Churchillt, aki mindig is ezt mondta. Mi történt? Chamberlain imádnivaló hazugsága arról, hogy nem lesz háború, elvesztette az érvényét. Kiderült, hogy nem ér semmit. Csak egy vonzó hazugság volt. De még volt egy Churchill, még volt egy államférfi, aki kimerte mondani a nem eléggé tetszetős igazságot, hogy elkerülhetetlen a háború ezzel a Hitlerrel. És ez minél előbb kezdünk hozzá, minél előbb szánjuk rá magunkat, annál több életet mentünk meg. És minél tovább hagyjuk magunkat hülyíteni Chamberlaintől azzal, hogy a háború elkerülhető, annál többen fogunk elpusztulni. Csak ezt az az Anglia, amelyiknek egy
komplett férfi nemzedéke már kivérzett az első világháborúban, nem akarta hallani. De most a helyzet nem változott semmit, az emberek továbbra sem akarják hallani a rossz híreket, de már Churchillek sincsenek. De már nincsenek államférfiak. Már nincs senki, aki közölje a rossz hírt az emberekkel. Egy ház van. Egy ház vezette félre Hitler. Semmi. A hitlerizmus nem rossz, úgy, mint a marxizmus, meg a leninizmus. Hitler az egy ház. Krisztus után 180 évben, most hiába fogja a fejét Robert, beszélhetünk erről. 10 éve foglalkozott ember. Krisztus után 180-ban kijelenti az egyház, leigázom a földet, megkiállom a Krisztus fiát, robogtatom egy keresztem, de igen, elnézést. A budai kerületek jelene és jövője tulajdonképpen kicsit eltérő téma ettől, de ez minnyájunknak, akik itt élünk, vagy itt dolgozunk, itt tartózkodunk, a szívügyünk. Minél előbb érjük el azt a dolgot, hogy az önkormányzatok, a főváros értünk tesz fejlesztéseket, nem pedig önmagáért, annál előbb lesz még élhetőbb a lakókörnyezetünk. Mire célzok ezzel? Nem szabad hagyni, hogy a véleményünket a szekértábor logika határozza meg egy fejlesztéssel kapcsolatosan. Természetesen lehet örülni egy új úszodának, a felépülő vagy felújított orvosi rendelőnek, iskolának, ezek mind nagyon jó dolgok. De amit Robi is említett, kell egy vízió Budán is, a budai kerületekben is arról, hogy hogyan képzeljük el 10 év múlva, 20 év múlva az életünket. Ennek az egyik eszköze lehet az, hogyha mindenki a számára fontos helyi ügyet keresi meg, karolja föl, és azt próbálja meg erősíteni, illetve a számára elérhető fórumokon felszínen tartani, hogy ezek a dolgok ne tűnjenek el. Ne az legyen, hogy egy kerületi újság polemizálja a közbeszédet, ne az legyen, hogy kik szorulunk mi, az egyszerű szavazó emberek vagy polgárok, abból a rétegből, aki eldönti, hogy mire lesz pénz, mire nem lesz pénz. Ezek azért fontos dolgok, mert 50 éve, 100 éve azt kell mondani, hogy inkább megvolt a beleszólása az itt élőknek a jövőben, mint mostanság. Mert most én azt tapasztalom sajnos, hogy ideológiák versengenek egymásért az önkormányzati választásokba, ami sehogy nem reflektál az általam említett M0-ásra, vagy a fogaskerekűre, vagy a fonódó villamosnál, mondjuk arra a kérdésre, hogy miért kell még mindig közúton futni a villamosnak autók között. Szerintem, hogyha egy igazi alternatívát akarunk a tömegközlekedésnek nyújtani, akkor 100%-ban azt kell favorizálni, és nem pedig az autókat is. Ugye, mert ebből lesz az a történet, hogy a villamos ott áll a dugóban az autók között. Ez nem az a cél, ami gyakorlatilag megér milliárdokat arra, hogy ugyanott tartsunk, ahol a fejlesztés előtt. Ezért javaslom mindenkinek, hogy keresse meg azokat a helyi ügyeket, amiket képviselni szeretne, és ezeket a létező összes fórumon kérje számon, akár a következő önkormányzati garnitúrán, akár azokon, akik szeretnének majd a következő, azt követő választáson hatalomhoz jutni, ugye ezt a szót használom, mert ez az önkormányzati politika nagyon sok esetben erről szól azok számára, akik már ciklusok óta bele vannak ragadva ebbe a szerepre, és alapvetően teljesen átveszik ezt a szekértábor logikát, anélkül, hogy odafigyelnének arra, hogy az adott egyéni választó kerületbe miket szeretne, miket látna szívesen az, aki éppen ott él, vagy ott adózik. Úgyhogy mindenkit erre szeretnék bíztatni, és ezeket a helyeket is, ezeket a közösségi helyeket is magunk elé kell képzelnünk, hol szeretnénk olyan tereket létrehozni, amik nem kizárólag csak mondjuk a Szél-Kálmán tér, vagy a budai rakpart, amiről meg kell nézni, hogy a második kerület például, vagy a harmadik kerület mi módon áll ugye a Duna partjához hozzá, és itt most nem a római partra gondolok, elég kisétálni a Festői Tímár utcához, ugye ahol hát a Hév vonal választja el az utcát tulajdonképpen a folyótól, és érdemes arra gondolni, hogy milyen olyan megoldásokat tudnánk találni, amitől jobbá lehetne tenni ezt az egész várost, ezt a budai oldalt. Mindenkit erre szeretnék bíztatni. Az a tapasztalat, hogy ez a város élhetetlen. Az a
tapasztalat, hogy azért élhetetlen a város, mert nincs vele terve a városvezetésnek. Az a tapasztalat, hogy az ország is élhetetlen, és az ország is azért élhetetlen, mert az országnak nincsen terve az országgal. Magának a kormánynak nincs terve, magának a rendszernek nincs terve, és valójában az itt élőknek sincs. Ez a nagyon szomorú igazság. Valójában az itt élőknek sincs. Az itt élők, azok egy foci meccsre jöttek. Egy Fradi Újpestre. Van a narancs, meg a vörös törzs. És ők nyerni akarnak. Hát persze úgy, hogy a csapatuk nyer, nyilván nem úgy, hogy ők majd kiköltöznek a panellakásból, és beköltöznek Rogán Antal 1000 négyzetméteres villájába, hanem úgy nyerni, hogy hát a csapatuk nyer. Hát világos, hogy a Rogán 1000 méterről 10000 méterre költözik. Ezt úgy mondjuk, hogy nyertünk. Ugye a panellakásból. Úgy mondjuk. Tehát, hogy itt egy foci meccs van. Vagy hogy mondhatom úgy is, hogy egy reality élmény, egy reality show, ahol arról szavazunk, hogy Ágica vagy Leó. Ugye, ez a döntő kérdés. Leó nem mosogat el. És ez minket felháborít. Nem mosogat el. Úgyhogy a maguk részéről azt mondjuk, hogy Ágica. És aki mosogat, vagy mosogatott már életében, az Ágicára szavaz. Hát, és vannak olyanok, hát a másik, az ország másik fele, akik meg azt mondják, hogy hát az Ágica az egy boszorkány. És hát Leó. Ezerszer is Leó. És azt mondják, hogy ne is mosogasson el a Leó. A probléma az, hogy ha nekünk nincsen igényünk a városra és az országra, ne csodálkozzunk azon, hogy ők nem szolgálnak ki egy olyan igényt, ami bennük nincs. Ők azt szolgálják ki, ami bennünk van, amit mi igénylünk, a mi elvárásainkat. És az igazság, hogy mi azt várjuk, hogy a törzsünk győzzön. Győzzön ebben a hideg polgárháborúban. Nem meghaladni akarjuk a polgárháborút, hanem megnyerni a törzsünknek. Akkor ők miért akarnák meghaladni? Miért akarnának túllépni rajta? Ha mi bennünk nincs meg ez az igény. Ha mi valójában csak annyit akarunk, hogy a mi törzsünk nyerjen. Hát akkor ők megtanulták, hogy mi a feladat. Győzni kell a polgárháborúban, és nem lezárni. Itt új referenciák kellenének. Új elvárások. Mi ezt a kampányt ezért csináljuk. Hogy legyártsuk ezeket az új referenciákat, mert ezek nem teremtődnek meg maguktól. Létre kell őket hozni. Mi elvárható egy jelölttől? Mi elvárható egy politikustól tőlünk nyugatra, akár csak 500 kilométerre? Mit várnak el az állampolgárok a politikától? Ezeket precedens szinten érvényesíteni kell. Vonzóvá kell tenni. Hogy a politika aztán, amikor azt látja, hogy ez a dolog gerjed, ezt szépen eltanulja, átvegye, magára vegye, kapcsi módon, hiszen hát kéri a lájkokat, amik ebben vannak. Ez csak így megy. Új normákkal kell megfertőzni a politikát. De ehhez nulladik lépésként új normákkal kell megfertőzni a társadalmat. Ha még van ilyen, ha még van ilyen, ha nem csak fogyasztók tömegéről beszélünk, hanem beszélünk társadalomról. És az igazság az, hogy ez máshogy nem megy. Én bejelentettem, hogy indulok a főpolgármesteri címért, ez egy éve volt, és meghirdettem a Sétáló Budapest programját. Elkezdtünk kidolgozni. Ennek a bejelentésnek tehát úgy volt, hogy bejelentettem ezt, és négy napra rá Tarlós István jelezte, hogy Budapest belső város része autómentes lesz. 2030-ban. De négy nap kellett ahhoz, hát könyörgöm, ez alatt meg se tudták mérni. De ez az idő ahhoz se elég. Úgy tűnik, meg sem érték. Csak azt látták, hogy úristen, ez még a végén gerjed, gyorsan lopjuk el. Magukra vették.
Miért 2030-ban? Már csak ez a kérdésem. Ez olyasmi, amit nem lehet megvalósítani egy 5 éves ciklusban. Mi az, hogy 2030? Ha kell, akkor kell ebben a most ránk váró ciklusban. Ha nem kell, akkor ne csinálják meg 2030-ban sem, mert nem kell. Mi az, hogy 2030-ban? Hogy érti? És erre mi a válasz? Hát az infrastruktúra, hát nincs megteremtve hozzá, hát itt a P+R parkolók a zóna határon, hát ezeket létre kell hozni. Csak én azt figyeltem meg, hogy ebben az országban azt hozzák létre, amire politikai akarat van. És amire nincs politikai akarat, az meg nem hozzák létre. Tehát, hogyha ők meg akarnák csinálni a sétáló Budapestet, akkor azt megcsinálnák egy 5 éves ciklusban, mert mindent megcsinálnak, amit meg akarnak csinálni. Hát érdekes módon a szállodák felépülnek Indonéziában. Úgy tűnik, ezt akarják. Hát a sétálózóna az meg majd 2030-ban. Úgy tűnik, ezt nem akarják eléggé az elvtársaink. Ugye? Hát akkor rájuk kell kényszeríteni. Hát akkor a torkukra kell tenni a kést, hogy megcsinálják. Nem azért rakjuk a torkukra a kést, hogy átvágjuk a torkukat. Azért rakjuk a torkukra a kést, mert csak az erőből értenek. Azért rakjuk a torkukra a kést, mert ha nem adják át a hatalmat, akkor viszont azt fogják csinálni, amit mi diktálunk nekik. Mi a civilek. Mert mi itt élünk. Mert nekünk ez a város nem zsákmány, hanem nekünk ez a város az otthonunk, az életünknek a környezete, a tere, amit komfortosabbnak, jobb minőségűnek, élhetőbbnek, zöldebbnek, emberre szabottnak és autómentesnek óhajtunk. Ez az igényünk. És nem méricskéljük, hogy akarja-e budapestiek többsége ezt, akarja-e eléggé. De nem kell megmérni, hogy nincs szükségem a közvéleménykutató intézeteknek a méréseire ahhoz, hogy tudjam, hogy Firenze élhetőbb, mint Minszk. Hogy Sevilla élhetőbb, mint Tirana. Hogy Kopenhága élhetőbb, mint Kijev. Nincs szükség rá. Tudjuk, ki lett próbálva. Ezerszer ki lett próbálva, és működik. És ha nem akarják, ha nem óhajtják, nem kell lecserélni az identitást, meg leváltani a programot. Tudomásul kell venni, hogy nem óhajtják. Kevés még a ráklelet a budapesti otthonokban, hát akkor úgy tűnik, hogy erre még gyúrnunk kell. 5 év múlva hozzuk vissza a programot, és megnézzük, hogy belélegezhető még a levegő, kedves budapestiek. Hihetőek még Karácsony Gergely hazugságai, kedves budapestiek. Élvezzük még a feudalizmust, elég jó még a feudalizmus. És a feladat nem leszállítani a politikát a tömegekhez. A feladat fölemelni a tömegeket a politikához. Hát nem az a feladat, hogy legyártom azt a politikát, amit a tömeg hallani akar. A feladat az, hogy legyártom azt a politikát, amely a meggyőződésem szerint helyes és jó, és majd a tömeg felnő hozzá, vagy nem. Vagy nem. És úgy is jó, ha nem. Hát az az ő döntése. Hogy a politikában? Az a jó politika, ami a nép érdeke. Mi vagyunk a nép. Mi a mi akaratunk. Az a jó politika, amikor mi jól élünk. Nem az Orbánék élnek jobb, meg nem az összes gyökér. Hát mi termelünk a tőkvegizében, nagy autókkal járnak a nemzetnek az aranyára, 38 milliárd, 800 milliót vesznek fel. Amikor a helyi ügyek fontosságáról beszéltem az előbb, akkor pont arra gondoltam azt követően, hogy fontos, hogy tényleg keressünk ilyeneket. És ez azért érdekes egyébként, mert eszembe jutott az, hogy milyen nagy szónak harangozták be például a Bubit, amikor ez új volt Budapesten. És én akkor tehát azon gondolkoztam, hogy ilyesmi közbringa rendszer még Mariborban is volt már 20 évvel ezelőtt. Az a helyzet, hogy amikor végre van egy olyan réteg, aki rengeteget tud járni nyugatra, mert ugye a fapados légitársaságok által ez ugye olcsó, illetve hát elérhetőbbé vált széles tömegek számára. Pontosan tudjuk azt a dolgot,
hogy nyugaton milyen minták teszik élhetőbbé a hétköznapjainkat. Ugye az egyik ilyen, ez a nagy sétáló terület, összefüggő sétáló zóna, amit Robi szokott emlegetni, és ugye amiről már mi itt is beszéltünk, hogy igen, meg kell találnunk Budán ezeket a helyeket. Nyilván nem a Moszkva tér, Szél-Kálmán tér a legalkalmasabb sétáló vezet a környéken. Ezzel egyetemben ki kell találnunk azokat a dolgokat, hogy milyen olyan ötleteket kell a helyi környezetünkbe elvárni, megfogalmazni, mint egy fejlesztés, ugye a jövőbeni, vagy inkább közeljövőbeli fejlesztés, és ugye ezt számon kérni a politikán. A tapasztalatom, és azt megint elmondom, hogy jellemzően azok a kátyúk vannak ugye befoldozva, amiket a média felkap, amik valamiért hirtelen címlapra jutnak, és ugye ugyanez a véleményem van a fákkal kapcsolatosan is, valahogy azokat a fákat nem vágják ki, nagyobb eséllyel nem vágják ki azokat a fákat, inkább így finomítom ezt az állítást, amikre valamiért rátalál a média, és nagyjából ezáltal egy botrány keletkezik abból, hogy komplett fasorokat akarnak kivágni. Igenis beszélni kell arról például, hogy miért van az, hogy amikor egy utat felújítanak, akkor annak mentén tarvágással tüntetik el jóformán az összes fát a közterületről. Érdemes ezeket a dolgokat is szem előtt venni azért, hogy a jövőbe az önkormányzatok, a főváros a különböző fejlesztéseknél ne tüntethessen el mondjuk fontos, számunkra fontos fákat, zöld területeket, amert ez azért lesz lényeges, hogy ugye élhető maradjon a kerület. Ezért mondom mindenkinek, hogy amikor Robi arról beszél, hogy ilyen víziókat kell kitalálnunk, akkor a fantáziának ne szabjon határt semmi, minél több ilyen mintát tudunk hozni, minél többet tudunk bemutatni, annál nagyobb esélyünk lesz arra, hogy valami ezek közül meg is valósul. Ezért örülök annak, hogy azokat az ötleteket, amiket én évek óta küldözgetek az önkormányzatnak, legalább a Sétáló Budapest csapata elolvasta, megismerte, és legalább adott rá visszajelzést, ami sajnos nem jellemző, nem volt jellemző, hiszen az eddigi politikusok tökéletesen elégedettek voltak azzal a szekértábor politikával, amely mentén nem kellett állást foglalni semmiféle vízióról, semmiféle fejlesztésről sem, mert mindent ezek az ideológiai alapon zajló polgárháborús helyzetek uraltak, nem pedig a valódi jövőket érintő helyzeteket. Ide jött hozzám az imént egy hajléktalan bácsi, és megkérdezte tőlem, hogy miért nem beszélek a hajléktalanokról, meg miért nem beszélek a hajléktalanok helyzetéről. Úgyhogy akkor most erről elmondanám az álláspontomat. Itt kétféle viszonyulás volt megfigyelhető az elmúlt 30 évben a hajléktalansággal kapcsolatban. Demszky Gábornak az, a liberális álláspontja az az volt, hogy a hajléktalanság az egy tulajdonképpen egy nagyobb fokú szabadság, amit tisztelni kell. Hát ez tiszteletre méltó. Ez egy emberi jog, a hajléktalanság. Hát mindenkinek joga van a híd alatt megfagyni. Ez egy jog, amit tisztelnünk kell. A másságnak egy neme. Ezt vallotta Demszky Gábor. És biztosította is a hidakat meg a köztereket hajléktalanok számára, hogy megfagyjanak. Ezt el kell ismerni. Itt a liberalizmus az ténylegesen megvalósított egy hajléktalan politikát. Csodálatos. Erre jött Tarlós István, és szállította ennek alternatíváját, ami arról szól, hogy a budapestiek, akik itt élnek, azok megérdemlik a kultúrált, élhető, normális környezetet, és ugye az emberi hulladék, ami büdös, ami ugye a fogyasztói társadalom termel, ezek az emberek, akik kihullottak a szociális hálóból, ezek a kapitalizmus hordalékaként felgyűlnek a köztereinken, amik rontják az itt élőknek a komfortérzetét. Akkor rontják, tehát egyszerűen arról van szó, hogy át kell lépnünk őket, amikor a munkahelyünkre megyünk, és ettől hát romlik az élményünk. Tehát amúgy leszarják a komfortérzetünket, de amikor hajléktalanokat kell kizsuppolni a köztereinkről, akkor hirtelen előtérbe kerül a komfortérzetünk. Ez is meglehetősen álságos.
Tehát mi a teendő a hajléktalanokkal? Takarodjanak. Hova? Haza. Ja, nem haza, mert oda nem, hanem akkor hova? 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 A Budapest környéki erdőkbe megfagyni, ugye? Ahol nincsenek szem előtt. Vagy valami elhagyatott telekre valami külvárosban, és ott fagyjanak meg! Tehát, én úgy gondolom, hogy ez két rossz viszonyulás. Ez két rossz politika. Két rossz politika. És ezt a kettőt kell meghaladni. Én azt gondolom, hogy az, amilyen körülmények között a hajléktalan szállókon ma a hajléktalanok élnek, az emberhez méltatlan. Kifosztják egymást. A fiatalok az időseknek a farkasai ezeken a hajléktalan szállókon. Ez Charles Dickens Londonát, a Twist Oliver-t idéző körülmények ezek, amik ezeken a szállókon vannak. Én azt gondolom, hogy egy hajléktalan szállónak legalább minden hajléktalan számára egy zárható szobát kell biztosítani. Ezt hívom úgy, hogy emberhez méltó körülmények. Ezeket még a börtönök is biztosítják a fegyenceknek. A zárható szobát, a személyes teret, ahol nem fosztanak ki, ahol nem vernek meg nap, mint nap. Hát ez a minimum, tehát ezt biztosítani kell. Mert amíg ez nincs biztosítva, nem várható el, hogy ezek az emberek a szállóra menjenek. Inkább az utcán élnek, mert az utcán talán megélnek. Az utcán talán meg tudják őrizni a kis batyuikat, nem lopják szét. Hát azt gondolom, hogy ezt rendezni kell. Csak mivel a hajléktalanok a legkevésbé fegyelmezetten szavazó társadalmi csoport, ők azok, akik igazából a politika nem formatálja magát. Nem a hajléktalanok igényeire, meg a hajléktalanok szükségleteire optimalizálja saját magát, saját hazugságait akár a politika. Hajléktalanok annyit számítanak a politikának, mint egy makacs szemét, amit kisöprünk, aztán visszajön. Tehát nem az a fegyelmezett szemét, mint mondjuk a műanyag hulladék, amit kisöprünk, aztán az ott el van takarítva. Hát ez úgy gondolom, hogy borzalmas. És úgy gondolom, hogy ezek a körülmények, ezek emberhez méltatlanok. És azt gondolom, hogy ez is csak politikai akarat kérdése. Ez is csak szándék kérdése. De a politika hol profitál abból, hogy a hajléktalanok jelenlétét a köztereken humánus módon szünteti meg? Egyszerűen csak meg kell szüntetni. Ne legyenek szem előtt, ne legyenek a köztereken. Miért kéne nekik emberhez méltó körülményeket létrehozni, hiszen az pénzbe kerül. A kültelken meg ingyen megfagynak. Hát miért is kéne? Hát így áll hozzá a politika. Mert a politika ilyen haszonelvűen áll ehhez is hozzá, mert nincs bennük emberség. Mert nem azért fizetik őket, hogy lelkük legyen. Sőt, éppen azért fizetik őket, hogy ne legyen. Nagyon érdekes kérdés az, hogy ma mennyit kell dolgozni egy fiatalnak ahhoz, hogy Budán tudjon lakást venni, vagy Budán tudjon maradni. Nyilván minden egyes évtizedben mást jelentett a magas ár egy budai ingatlanért, de azt is érdemes néznünk, hogy miközben a kerületet túlépítik. Minden négyzetmétert beépítenek, minden négyzetméteren társasházak épülnek, luxus társasházak épülnek, egyre extrémebb négyzetméter áron cserélnek gazdát ezek az ingatlanok. Érdemes arra is gondolni, hogy milyen esélye van egy budai fiatalnak ma, ha egy mondjuk még létező középosztálybeli családba születik, vagy akár egy szegényebb helyzetű, milyen esélye van akár csak megmaradni a Budán. Én azt gondolom,
hogy ugyanilyen fontos helyzet itt is a lakhatási kérdés, a lakhatási válság, nem csak a hajléktalanság van jelen a Moszkva tér, Kármán tér környékén, de ugye az is, hogy egész egyszerűen tapinthatóan egyre többen szorulnak ki a budai otthonaikból, mert ezekkel az ingatlan árnövekedésekkel nem tudnak lépést tartani. Ugyanakkor az is igaz, hogy ebből az elképesztő áremelkedésből profitálhatnak is, hiszen azért egy budai ingatlannak mindig magas az eladási ára, de azért érdemes végignézni azt, hogy milyenné változik a kerület, vajon jó-e az, hogyha tényleg lassan cégek székházai épülnek, mint az Alkotás úton, ugye, vagy akár más 12. kerületi helyeken. Akarjuk-e azt, hogy egy ilyen irodafolyosó szerűség épüljön a nagyobb presztízsre vágyó cégeknek Budán, ezzel is kiszorítva további ezreket a budai lakhatásból. Én azt gondolom, hogy arról is érdemes lenne beszélgetni a választások kapcsán, vagy a későbbiekben, akár a helyi képviselőkkel, hogy akarjuk-e azt a dolgot, hogy irodáknak engedélyezzék az építkezéseket, gyakorlatilag a hegyen, vagy olyan védettnek, hajdan védett területeken, amik alapvetően lakópihenővezetet jelentettek korábban az ott élők számára, most meg már inkább munkahelyeket. Érdemes megnézni azt, hogy napközben, amikor a munkaidő vége van, mennyien távoznak a hegyről, akik ott dolgoznak. Jó ez a 12. kerületnek, jó ez a második kerületnek, hogy alapvetően szolgáltató jellegűvé kezd válni. Nyilván a közelsége erre gyakorlatilag predesztinálja, hogy olyan közel van ugye a belvároshoz, és mégis Buda. De érdemes arra gondolni, hogy ez a fejlesztés, ez az az irány, amit Budának követnie kell, ez vajon visszacsinálható lesz 20 év múlva? Érdemes megnézni ennek kapcsán, aki esetleg régebben járt a Rózsakertbevásárlóközpont környékén, ugye ott micsoda méretűvé nőttek az irodaházak, mennyi autó parkol ezeken a helyeken, mennyi ember dolgozik ezen a környéken, de lehetne mondani a Szépföldi út környékét, ahol szintén hatalmas irodaházak épültek. Nyilván a 12. kerületben is tudunk ilyen példákat mondani. Nem biztos, hogy ez az a cél, amit én Budának szánnék. Nyilvánvalóan, amit én most erről elmondtam, ez az én gondolatom. Lehet, hogy van, aki inkább az irodaházaknak örül, de erről sem folyik igazából társadalmi vita. Ez is egy olyan történet, hogy egyik oldalon örülünk, hogy jaj, de modern irodaházak épülnek Budán, másik oldalon meg ugye átéljük annak a negatív hatását, hogy nem csak reggel van dugó, amikor mennek az emberek dolgozni a hegyről, hanem dugó van délután akkor is, amikor mennek le azok, akik a hegyen dolgoznak. Nem extrém az, hogy egyfolytában autók vannak autók hátán egy zöldövezeti kerületbe. Hova vezet ez? És ha végig gondoljuk, hogy csak 10 év alatt mennyit romlott a helyzet, akkor előrevetíthetjük azt, hogy mit jelent 5 év késlekedés, vagy 10 év késlekedés, amíg nem cselekszünk. Sajnos ez olyan helyzet, amit Robi is már mondott, hogyha politika valamit megmér, és azt érzékeli, hogy számára nem kedvező egy ilyen beruházás, akkor talán még van remény arra, hogy egy-egy kedvezőtlen folyamatot meg tudjunk akasztani. Talán a római partnak sikerül gyakorlatilag a jelenlegi állapotát megvédeni, nyilván a normafán is vannak erre vonatkozó törekvések, de ugye arra is gondoljunk, hogy azok az utak, amiket használnak ezek a teherautók, hány évtizedente lesznek felújítva a kerület vagy a főváros által. Én azt kimerem jelenteni, hogy az a város egyik-másik legrosszabb minőségű útja mondjuk Budán van. Nagyon sok olyan rossz minőségi út van, amin csak még tovább ront az, hogy elképesztő teherforgalom zajlik rajtuk, például azért, mert egyre épülnek az újabbnál újabb társasházak, nagyon sok olyan helyen, ahol korábban erdő volt, és lehet mondani azt a cinikus választ, hogy 50 évvel ezelőtt, vagy 150 évvel ezelőtt ott is erdő volt, ahol nem, ahol ma már nincsen, de igazából fel kell tenni a kérdést, akarjuk-e azt, hogy az utolsó négyzetméter zöldet is beépítsük. Ez megint egy olyan történet, aminek akkor lehet valamiféle, hogy mondjam, ereje a többség akaratának, hogyha azt meri kinyilvánítani, ha talál olyan célt, a célközönséget, aki ezt felvállalva tud tenni ezekért az ügyekért, és ugye látjuk az elmúlt évekből, hogy csak pár ilyen ügy mentén sikerült egyéb iránt megakasztani azokat a szándékokat, amelyek egyébként mindenen át tudnak menni a politikai akarat és a politikai hatalom birtokában. Ezért javaslom azt is egyébként, hogy több oldalról gondoljuk végig azt, ami a Buda
fejlesztését jelenti, nem csak a környezetvédelem, itt van ugye egy lakhatási kérdés, közlekedési, környezetvédelmi, szolgáltató jelleg, mit várunk ettől, milyen iskolarendszert akarjuk azt, hogy olyan elitiskolák legyenek a budai kerületekben, ahova a tehetősebbek tudják járatni a gyerekeiket, ugyanakkor egészen sok iskola tűnik el, nyilván tudjuk azt a dolgot, hogy csökken a gyerekszám, de Budán is. Én, ha valahol Budapesten sok gyereket látok, vagy több, kettőnél több gyermekes édesanyát, az bizony nagyon sokszor a budai kerület egy-két egyéb szerencsésebb kertvárossal, vagy egyéb kertváros mellett. Én azt javaslom, hogy gondoljunk minél több olyan ügyre, amiket sikere lehet vinni a következőkben, és ezeket képviseljük együtt. Azért csináljuk ezt a kampányt, hogy megváltoztassuk Budapestet. Mivel, hogy nincs gazdája a városnak, mert a politikusok nem a várost és az országot vezetik, hanem az offshore számláikat, meg a közvéleménykutatásokat, ezért ránk, civilekre vár a feladat, hogy a város ügyeit a kezünkbe vegyük. Sajnos. Sajnos ez a helyzet. Nekünk kell fölpakolni a rekeszeket a teherautó platójára. Igen. És mi most ezt tesszük. Ügyet adunk a politikának, mert a politika elvesztette az ügyet. És elvesztette a kapcsolatát az ügyekkel. Meg elvesztette a kapcsolatát a realitással. A saját hatalmát szolgálja. Ez a város, ez élhetetlen. A vasbetonban reprezentálódik, az autók számára épül, és a GDP nagyobb fordulatszámú pörgését szolgálja. Valójában a város nem az itt élőknek épül, hanem az agglomerációból a terepjáróikban befelé ingázó vállalkozóknak. Mert ők hajtják fel a GDP-t, ők termelik, ők az uralkodó osztály. Most mi szeretnénk egyszerűen újra tervezni a várost. A felső 10% igényeiről az alsó 90% szükségleteire. Azokért, akik nem autóval járnak, azokért, akik tömegközlekedést használnak, kerékpároznak, deszkáznak, szegvélyeznek, bicikliznek, sétálnak, és leginkább itt élnek. Itt élnek. Tehát nem ingáznak, nem bejönnek ide, miközben a gyerekeiket a jó levegőn, az agglomerációban legeltetik. Pont azért, hogy a gyerek az ne 3 évvel korábban halljon meg. Mert hát tudjuk, hogy akik itt élnek, itt bent a városban 3 évvel kevesebbet élnek. Mint akik a városon kívül élnek. Ennyit tesz a várossal járó stressz, és főleg ennyit árt a levegő káros anyagtartalma. Itt azért egy erős kihívás érte a sót. Azt érzem. Így van bennem egy kis féltékenység, úgy érzem, hogy a sót elrabolta itt valaki. Hogy néz ki a folyó és a város kapcsolata? A városnak elképesztő, Budapestnek elképesztő potenciálja van. És ez a potenciál, ez nyomorúságosan alacsony színvonalon realizálódik. Megnézed a folyó és a város kapcsolatát, és azt látod, hogy patkányok tanyáznak a rakparton, és autók döngetnek át Európa legszebb folyópartján. Európa legreprezentatívabb folyópartján. Ahol kulturális élet lehetne. Ahol kávézók lehetnének. Ahol tanyázhatnának emberek patkányok helyett. És deszkázhatnának, meg kerékpározhatnának emberek autók helyett. Hogyha megnézed azt, hogy néznek ki ennek a városnak a közterei. Ha megfigyeled azt, hogy bárhol a városban megállsz, 360 fokos szögben körbefordulsz, látni fogsz egy sebb helyet. Látni fogsz valamit, ami egyáltalán nem illik oda, de mégis felépült, mert a szempont az nem a mi harmonikus környezetünk,
hanem az ingatlan befektetők profitja. És hát a téglaháznál olcsóbb az üveg, acél, irodaház. Olcsóbb. Olcsóbbak ezek az építőanyagok. És ők folylagosan olcsóbban akarnak ingatlan négyzetméterhez jutni. Ez a szempont. Tehát nem nekünk, városlakóknak épül a város, hanem nekik, ingatlan befektetőknek. Itt megint újra kell tervezni, újra kell kalibrálni a város funkcióit. A helyzet az, hogy nem lesz a város a miénk, ha mi nem veszük a kezünkbe. A politikusok nem fogják odaadni nekünk. Jó, Karácsony Gergely, igen. Ugye azzal kampányol, hogy vegyük vissza Budapestet. Vissza. Tehát ez valaha az övék volt, ugye? De aztán elvette tőlük Orbán Viktor. És most arról van szó, hogy vegyük vissza. Hát volt egy pártmafia, amitől Orbán Viktor a maga mafiájának a kezébe vette, és most az a mondás, hogy vegyük vissza. Ez szerintem egy jó erős kontúr köztem és Karácsony Gergely között. Jól érthető a dilemma. Én meg azt mondom, hogy vegyük el tőlük. Nem vissza, mert nem volt nálunk, de legyen. Hogyha van esetleg valakinek ehhez hozzáfűzni valója, vagy kérdése adott esetben, akkor az... Azt szeretném kérdezni, hogy hogyan képzeled el Budapestet 2040-re? Milyen lenne az a Budapest, amiben szívesen élne mondjuk 20 év múlva? Felejtsük el ezt a 2040-et. 2024-re. Ennek a ciklusnak, a most jövő ciklusnak a végére. Most lehet, hogy 2040-ig kell várni rá, de csak azért, mert én nem nyerek most ebben a ciklusban. Tehát most a következő október 13-i választáson. De szeretném jelezni, hogy ehhez, úristen, nem kell 20 év, ez nem egy 20 éves sztori, ezt 5 év alatt végre lehet hajtani. Semmi olyasmit nem ígérünk, amire Budapestnek ne lenne pénze, vagy ne lenne joga. Ha 13-án én főpolgármesteré válok, akkor ez a sétáló Budapest, ez 2024-re megvalósul. Milyennek képzelem el? Hát azt hiszem, hogy ezt röviden egy mondatban úgy tudom kifejezni, hogy úgy áll, szándékunkban áll úgy viszonyulni Budapesthez, ahogy Orbán Viktor a budai várhoz. Ha egész Budapest olyan lenne, mint a budai vár, akkor látnánk, hogy van gazdája. Látnánk, hogy ez iránt ők igényesek. Ezt ugye magukénak érzik. Hát sajnos Budapestet nem érzik a magukénak, a budai várat azt a magukénak érzik, meg a Kossuth teret a magukénak érzik. Általában azokat a tereket, meg azokat a városnegyedeket érzik a magukénak, ahol ők leszoktak ereszkedni a néphez. Ahol ki szoktak szállni a limuzinjaikból, ahol parádézni szoktak, ahol kitüntetéseket szoktak osztani, azt a leszállópályát, ahol ők a hatalmuk magaslatáról leereszkednek a nép közé. Az érdekes módon igényesen és kulturáltan meg tudják csinálni. Minden más meg rohadhat, mert az nem hozzájuk tartozik. Miért lennének igényesek rá? Nem egy indonéziai hotelről van szó, ugye? Egyéb kérdésfelvetés? Adolf Hitlerre és az egyházakra vonatkozóan. Csak arra szeretnék választ kapni. Tehát azt mondta ön, hogy adjuk vissza Budapestet, és itt párhuzamot vonok az egész országgal, az Orbán kabinettel szemben, hogy tehát mit is adjunk vissza? A magyar nemzetnek van kormánya. A kormánynak nincsen magyar nemzete. Tehát mi a magyar nemzet vagyunk, ők mind itt, és félre vannak vezetve. Mit adjunk vissza? Hát őket, most azt mondom, hogy mondanak egy csúnya szót, tehát egy csesző kínnép, ez hazaárulás, amit ők csináltak. Az emberiség, Isten és a nemzet ellen tettek, szerintem. De ez az én magánvéleményem. Köszönöm. Nincs vita. Tényleg el kell őket zavarni. Tényleg alávalóak.
Tényleg jobbat érünk. Többet jobbat. Ennél. De tehát a helyzet az, hogy ők bennünk egy keresletet látnak. És ők ehhez a kereslethez szabják azt a kínálatot, amik hát ők. A maguk kínálatát. Itt a keresletnek kell megváltozni ahhoz, hogy változzon a kínálat. És ezt nem lehet megúszni. De abból nem lesz jobb kínálat, hogy verjük az asztalt, hogy jobb kínálatot. Új referenciák kellenek. Mást kell elvárni tőlük. És nem jutalmazni őket azért, ha hatalmaskodnak vezetés helyett, ha uszítanak politika helyett, hogyha nemzetmentés címén lövészárkokat ásnak, polgárháborút korbácsolnak. El kell várni tőlük a konszolidációt. Nem a polarizációt, hanem a konszolidációt. Hát jelenleg ők azt olvassák le a magyar társadalomból, hogy a magyar társadalom polarizációt igényel. És a hatalmukat elnézve nem kalkulálnak rosszul. Hát meg kell változtatni az elvárásainkat. Konszolidációt kell igényelnünk, és akkor kénytelnek lesznek konszolidálódni. Egyéb kérdésfelvetés? Sziasztok! Nagyon sok szó esett a helyzetről. Úgy érzem, hogy ebben a speechben a diagnózis nagyon nagy hangsúlyt kapott. Én amit várnék, meg amit keresek, az két terület, ahol megoldás vagy előrelépés. Az egyik, hogyha dolgozni tudsz, akkor fel tudsz állítani egy olyan szakértő csapatot, gárdát, mérnök közgazdász, városirányítási csapatot, akit mögéd álltak, időnként megnevezett Vitézi Dávidot, de fel tudsz állítani 5-10 erős embert magad mögé, hogyha dolgoznod kell. A másik a közléseddel, meg a kampányoddal meg fogsz-e tudni építeni egy olyan bázist, mert bár úgy látom, hogy optimista vagy, de ha nem, akkor is nem érdekel, akkor sem mondod, amit gondolsz, de fel tudsz építeni egy olyan bázist, amivel ha nem most, de 5 év múlva, akkor lépni tudsz. Mi a terv? Tehát a diagnózis, én úgy érzem, hogy a diagnózisról sokat beszélsz, de mi a terv? Köszönöm. Először is egy más struktúrát kell létrehoznunk, mint ami jelenleg uralkodik. Tehát ez a pártstruktúra megbukott. Ezt észre kéne venni. Nem működik. Azért a LMP-nek a csődje, a Jobbiknak a csődje, az azért azt jelzi, hogy ez a pártstruktúra, ez recseg-ropog. Sőt, ha működik, annál rosszabb. Most nézd meg a Fideszt. Nézd meg a DK-t. Tehát ezek a jó példák. Ilyen, ha működik. Tehát ez rossz. Most Siffer András, meg Vona Gábor éppen kifelé tart ebből a működőképtelen struktúrából a kulturális térbe. Én meg éppen az ellenkező irányt írom le, és a kulturális térből lépek be a politikába. Hát hülye leszek megkonstruálni azt, amire ők föltettek egy évtizedet, és kiderült, hogy nem működik. Kiderült, hogy rossz. Alapvetően rossz. Mert bürokratikus, mert hierarchikus, és mert alapvetően a szolgaságot jutalmazza. Jó, ezt ők nem így hívják, hogy szolgaság, ők úgy hívják, hogy pártfegyelem. Erre van egy ilyen eufemizmusuk a szolgaságra, hogy pártfegyelem. Ugye? Ja, ugye pont arról van szó, hogy nem vagy autonóm. Nem azt mondod, amit gondolsz. Nem a jobbikénedre hallgatsz. Nem a lelki békédet keresed, hogy azzal, amit mondasz, azzal tükörbe bír nézni, azzal együtt tudj élni. Nem. Itt a vezér mondja meg, hogy mit kell gondolnod, mondanod, és a pártfegyelem az azt jelenti, hogy azt mondod, amit vár tőled a vezér. Vagy el leszel söpörve. Ezt a struktúrát építette fel Orbán Viktor és ez Gyurcsány Ferenc. Hát ebből nem kérünk, ez az, ami nem működik, ez az, ami csődöt mondott. Hát ennek az alternatíváját kell megképezni. Tehát egy olyan struktúrát, ami alulról szerveződik fölfelé, nem föntről lefelé. Olyasmit, ami ügyekre épül, és nem hatalomra. A probléma az, hogy a pártok hatalomra szerveződnek. Ezért aztán az ügyek olyanok számukra, mint a kapcarondjuk.
fogják, használják, amíg tudják, aztán eldobják. De most mi civilek pont a fordítottja vagyunk ennek. Mi ügyekre szerveződünk, nekünk a hatalom olyan, mint a kapcarondjunk. Fogjuk, ha tudjuk, használjuk, hanem így dobjuk el. Ez a különbség a civilség meg a politikusság között. Most a helyzet az, hogy civilekből kell felépíteni ezt az új struktúrát. Úgyhogy megőrizzük az autonómiát. Egy olyan struktúrát, ami jutalmazza az autonómiát. Nem bünteti. Egy olyan struktúrát, amiben elvárjuk azt, hogy saját gondolatod legyen. Saját meggyőződésed legyen, és az képviseld és érvényes is. És hogyha ez eltér attól, amit a vezér mond, mi attól gazdagabbak vagyunk. Mi attól sokszínűbbek vagyunk. Mi attól mi azáltal képezünk alternatívát, hogy ezerfélét gondolunk. És mégis tudunk közös ügyek mentén cselekedni. Ez kell megszűni. Ügyekből felnőtt állampolgárok szerződéseiből, ügyekre való szerződéseiből kell ezt a sűrű szövetet megszűnünk a következő évben. És ebből kell, hogy kiválasztódjon az a mezőny, amivel kihívjuk a régi elitet. Ez a feladat. Nem pártot szervezni, hanem kurzust. Kurzust a centrumban. Azért gondoljuk, hogy a centrum a megoldás az ország problémáira, mert itt a centrumban, itt Gyurcsány és Orbán között épp egyenlő távolságra, és jelzem, épp egyenlő és felmérhetetlen távolságra. Itt engedhetjük meg magunknak azt, hogy az országgal és a várossal foglalkozzunk, hogy az ügyeinkkel foglalkozzunk. Egyetlen ideológiának sem vagyunk olyan mértékben a fanatikusai és a fundamentalistái, a megszállottjai. Nem gyűlöljük annyira sem a liberálisokat, sem a konzervatívokat, sem a nacionalistákat, sem a szocialistákat, hogy a gyűlöletünk irántuk elfüggönyözze előlünk a város meg az országot. Ez az alap. Szemben a törzsi gyűlölettel, és értékek, és ügyek mentén. Röviden ez a tervünk. Köszönöm szépen. Kettő kérdésem lenne. Az egyik az, hogy mi a véleményed a médiában csak Karácsony Gergely összedi beszédeként emlegetett, kiszivárgott hangfelvételről. A másik pedig az, hogy azt említetted, hogy a politikát civileknek kell, civilekből kell fölépíteni. Akik most politikusok, ők valaha civilek voltak. Mi a garancia arra, hogy akik most civilek, és szeretnék a mostani politikai elitet leváltani, azok nem fognak elmenni abba a rossz irányba, amiben ők sajnos elmentek. Honnan lehet ennyi erős gerincű embert előkeríteni? Nos, először is szeretném jelezni, hogy ezek nem voltak civilek. Soha. Soha nem voltak civilek. Orbán Viktor kis titkár volt. És a fekete doboz kamerájába büszkén vágta bele, hogy igen, büszkén lépett be a KISZ-be, és büszke volt, amikor KISZ titkár lett. Hát ez volt az előmenetelnek az útja, és ő büszke volt. Természetesen. Úgy, ahogy kb. Azokkal a gesztusokkal, ahogy anya Gyurcsány mondta, hogy mi az, hogy? Nagyon is! Civilek? Mikor voltak ezek civilek? Soha! Ha nem lett volna rendszerváltás, Orbán Viktor most az MSZNP főtitkára lenne. Ugyanúgy az országot vezetné. Kb. Ugyanúgy Szovjet-Közép-Ázsia felé. Civilek? Kik? Lendvai Ildikó? Aki cenzor volt? Kádár rendszerben? Vagy ki? Ezek hivatásos politikusok voltak mindig is. Sose voltak civilek. Mi civilek vagyunk. Mi a garancia arra, hogy nem lesz belőlünk politikus? Nyilvánvalóan erre nincsen garancia, mert a gyűrű az bevonza az embert, és a gyűrű az eltorzítja a személyiségét. Hát pontosan tudjuk, hát a politika, ha valaki politikával foglalkozik, az közel sodródik a gyűrűhöz, ami eltorzítja a lényét. Mi nekünk csak arra kell garanciát vállalni, hogy a személyes érdekeltség és a személyes megélhetés az ne játszon szerepet abban, hogy valaki hozzánk csatlakozik, és
belevág az ügyeinkbe. Ne hazudhassa azt, hogy ő az ügyeinkbe vág bele, holott hát valójában a saját megélhetésébe. Ki kell küszöbölnünk az egyéni önzést a struktúrából. Ez a feladat. Karácsony Gergely összödi beszédéről. Én ezt, tehát, most mit mondjak, hát most miért, nincs itt semmi csodálkozni való, hát végig erről beszéltem. Most ma történt valami különös? Csak az történt, amit tudtunk. Nem szeretném én ezt különösebben kommentálni. Karácsony Gergely lépjen vissza. Lépjen vissza. Teljesen nyilvánvalóan kiderült, hogy alkalmatlan. Nem is feltétlenül azért alkalmatlan, mert rossz képességű. Elsősorban azért alkalmatlan, mert a szocialista pártmaffia zsebében van. Mert mafiózók zsebében van. Mert nem alternatíva erről szemben. Hanem egy kisebb, kicsit bénább, rosszabb képességű NER, amit a NER fizet pont azért, hogy ha elveszíti a hatalmat, mert úgy hozza, legfeljebb jusson hatalomra. Karácsony Gergely személyében. Nem kérünk ebből, nem alternatíva, nem kérünk a változás nevű színjátékból. Unjuk ezt a népszínművet. Változást akarunk, tényleges változást, minőségi változást akarunk. Nem a rossz színjátékot. Lépjen vissza! Lépjen vissza, mert nem alternatívája Tarlós Istvánnak, legfeljebb arra alkalmas, hogy megakadályozza Tarlós István leváltását, ahogy tavaly megakadályozta Orbán Viktor leváltását. Ennyi. Ennyi. Ennyi a dolga Karácsony Gergellyel. Ezt teheti, mint demokrata. Lépjen vissza! Lépjen vissza azonnal! Attól függetlenül Karácsony Gergely nyilván alkalmatlan, ő tűnik most a második legesélyesebbnek Budapest főpolgármester címére, és Puzsér úr, hogy képzeli el Karácsony Gergely főpolgármesterségét, ugye mind pozitív, mind negatív irányból? Pozitív irányból? Pozitív irányból úgy képzelem el, hogy Karácsony Gergely gazdagabb és hatalmasabb lesz. Negatív, hát... Hát nyilvánvalóan lesznek előnyei a dolognak. Negatív irányból? Ja, meg a szoci nagyvállalkozók is sokkal több közbeszerzést fognak kapni. Tehát nyilván lesz egy csomó pozitívuma a dolognak. Hát, és megkapjátok a polgárháborút. Budapestből ennek a polgárháborúnak lesz a színtere. Ebből egy polgárháborús front lesz. Karácsony Gergely a Városházáról fogja lőni a budai várat. Valamivel kisebb ütegekkel, mint amikkel a budai várból Orbán Viktor lövi Brüsszelt. De kb. Ugyanazt a színjátékot fogjátok megkapni, kicsiben, bénában, egy kicsit csufli-tuningosabban, mint amit Orbán Viktor művel. Hát az Orbáni átélhetőbb lesz nyilván, mert hát nagyobb paraván között, nagyobb kulisszák között játsza. De lényegét tekintve nem lesz különbség. Tehát a város az döglődni fog, de lesznek ilyen szimbolikus ügyek, amiket Karácsony Gergely így védelmezni fog ilyen széles nagy gesztusokkal Orbán Viktortól, és így meg fog harcolni, és majd Rogán Antal fogja írni hozzá a forgatókönyvet. És a baloldal imádni fogja, és a jobboldal imádni fogja. És a baloldalt majd Isten ilyen megszervezi Orbán ellen, és a jobboldalt majd Isten ilyen megszervezi Karácsony ellen. És csodálatos lesz, csak a város rothadni fog tovább. És minden... és további autonómiát, és további eszközöket, és további pénzt fog elveszteni. Csak azért, hogy Orbán Viktor korbácsolja a polgárháborút, amely hatalmának garanciája. Orbán Viktor jól meg fogja tudni szervezni a saját táborát, mert fogja tudni jelezni, hogy Budapest már vörös rongyokba öltözött. És ez az egész országra ki fog terjedni, ha most nem mozdulunk együtt. Orbán Viktor imádja ezeket a pillanatokat. Higgyétek el, hogy lubickolni fog benne. Volna egy kérdésem. Van itt még olyan, aki hinni tud Karácsony Gergely szavának? De az a baj, hogy Karácsony Gergelyt azért nem lehet versenyeztetni Tarlós Istvánnal, mert Tarlós István hordoz egy koncepciót, egy programot, ami szerintem nagyon-nagyon elavult kb. 50 évvel 1970-es éveknek a várostervezési modelljét és szempontjait érvényesíti.
De ez nyilvánvalóan, ha valakinek autója van, akkor ő azt gondolja, hogy hát ezt a várost ezt neki tervezik, és elég jól is gondolja. Vagy ez egy koncepció, ami egy védhető koncepció, szerintem rossz Budapestnek, meg én szerintem én jobbat szeretnék, de ez van. Tehát ő képvisel is hordoz valamit. De Karácsony Gergely nem. Karácsony Gergely semmit. Karácsony Gergely jól hangzó, imádni való ígéretei mögött nincsen semmi. Csak végtelen hazugság potenciál, rendkívül rossz képességek, és elképesztő ambíciók. És ennyi. Sajnos a helyzet az, hogy én 25 éve ismerem Karácsony Gergelyt. Egy egyetemre jártunk, az LMP alapításánál is együtt működtünk. Tehát ennek van története köztünk. Ha annyi millióm lenne, ahányszor Karácsony Gergely már belehazudott a szemembe, kivásárolnám Orbán Viktort a budai várból. Köszönjük a figyelmet, és köszönöm a támogatást, folytatjuk a hosszú menetelést.